Európában évente 400 ezeren, Magyarországon pedig körülbelül 10 ezeren halnak meg a rossz minőségű levegő miatt, és ennél is többen szenvednek a légszennyezés okozta légzőszervi, illetve szív- és érrendszeri betegségekben. A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb adatai alapján jelenleg 15 városban kifogásolt a levegő minősége, köztük Mosonmagyaróváron is. Ugye Dévényi kapu közel van, és a széljárás Óvár felé fúj. És általában észak-észak-nyugati szél van, ami behozza ide a szennyet, a port, és azt hiszem a szeles napok száma országosan talán a legmagasabb. Többen vannak azonban, akik szerint a szél miatt pont hogy jó a levegő a városban. Állandóan fúj a szél, és az hozza az Alpokból inkább a tiszta levegőt, mint a smogosat, azt lehet mondani. Szerintem nem jó levegői város Óvár. Szerintem megmondom, hogy tiszta, mert hogy itt a közelünkben van a természetvédelmi terület is, és azért szerintem frissít a levegő. Ahhoz képest, hogy mennyi gyár ide költözik, meg ilyesmi, attól még szerintem a friss levegő megmarad. A statisztikák szerint Győr is a szennyezett városok közé tartozik, ráadásul nem csak a szállóporral van probléma, ugyanis az ózon koncentráció is egyre több helyen haladja meg az egészségügyi határértéket, a tapasztalat pedig az, hogy a kevésbé forgalmas városrészeken tisztábbnak érződik a levegő. Kint lakom Szigetbe, ott azért jobb a levegő, igen. A napsütéses időben az ózon koncentráció tovább emelkedik, így a légzőszervi betegségben szenvedők légúti tünetei erősebbek lehetnek. A rossz minőségű levegő egyébként a szív- és érrendszer, az immunrendszer és a központi idegrendszer megfelelő működését is befolyásolja.